A Losonczy István egymi diákjai izgatottan várták ma délelőtt a vendégeket, akik ajándékkal érkeztek hozzájuk. Az egyik tisztítóeszközöket is forgalmazó vállalat két géppel lepte meg az intézményt. Az egyik gép, amit hoztunk nektek, az egy ilyen levegőtisztító, és ez a lényege, hogyha ezt bekapcsoljuk, akkor nagyon gyorsan a megfelelő szobában vagy teremben nagyon gyorsan átszűri, áttisztítja a levegőt. A levegőtisztító mellett pedig egy porszívót is kapott az intézmény. A cég olyan iskoláknak, intézményeknek segít, ahol hátrányos helyzetű vagy beteg gyerekek élnek, tanulnak. A Pető intézetbe és a Heinpál gyermekkórházba is vittek már tisztítógépeket. Az országjárást most kezdték, a program két évig tart. Minden nagyobb városban vagy helységben, ahol vannak ilyen jellegű intézmények vagy iskolák, ott meg fogunk jelenni. Ez körülbelül egy két éves program, tehát a két év alatt szeretnénk az ország legtöbb szegletébe lejutni, úgyhogy vidéki városok közül Cegléd volt az első, talán azért, mert ez relatív közel van Budapesthez, de innen nem soká fogunk tovább menni Pécsre. A tisztítógépekkel a Losonczy iskola kollégistáinak, illetve általános iskolásainak teszik még egészségesebbé, tisztábbá a környezetet. Az intézményvezető köszönetet mondott kolléganőjének, aki sokat tett azért, hogy a nagyértékű ajándék az iskolába érkezhessen. Az általános iskola területén Hajdóné Gál Mária kolléganő segített nekünk abban, hogy a mai napon ez a cég ellátogathat hozzánk, és kedveskedett ajándékával a gyermekek számára. Azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű dolog. A szebb, kulturáltabb mindennapokat segítette a Ceglédi Tankerületi Központ is, amikor lehetőséget nyújtott, hogy a kollégium mintegy 80 ágyát kicseréljék. Én azt gondolom, hogy a 30 éves ágyakat kicserélve most egy szebb és jobb környezetbe kerülhettek. Ezúton szeretném megköszönni a tankerületnek is, Fodor Gábor igazgató úrnak, hogy lehetőséget teremtett arra, hogy most minden kisgyermek új ágyon fekhet és töltheti itt a mindennapjait. Az ágyak cseréje mellett tisztasági festést is végeztek a hálószobákban, tette hozzá az intézményvezető.